mission to build a zoo. Hello, hello, sziasztok, itt a Zoo Direktor beszél. Izgalmas dolgok láttunk napvilágot tegnap a Frontier oldaláról, hiszen tegnap kora délután feltették a honlapjukra az 1.11-es update tartalmát, hogy mik is lesznek ebben. Nagyon izgalmas dolgok lesznek, úgyhogy nézzük is végig, hogy mi került föl. Megmondom őszintén, hogy én a ezek az exhibit állatoknak, vagyis ezeknek a terráriumi állatoknak nem vagyok egy túl nagy híve. Állandóan túlszaporodtak, igazából túl sok pénzt sem nagyon hoznak. Gyakorlatilag ilyen nem tudom, milyen biodesignnak jók, hogy jól néznek ki ezek a terráriumok, de én nem nagyon voltam oda ezekért. Most viszont ez megváltozik majd, hiszen az első dolog, ami az 1.11-es update-ba bekerül, az, hogy lesznek keeper talkok, vagyis ilyen állatbemutatók, amit ugye ezek az oktatók fognak tartani, és eddig ugye csak a kifutó állatoknál tartották ezeket, most viszont már a terráriumi állatoknál is lesz ilyen, sőt kézbe fogják venni, vagy a vállukra fogják ültetni őket, és úgy fognak előadást tartani, ami ugye ezt a ez az education level, tehát ezt a látogatóknak az oktatás százalékát is ugye nagyban emeli, hogyha meghallgatnak egy ilyet, úgyhogy ez már nagyon izgalmas. A másik nagyon izgalmas, ugyanígy, úgy tűnik, hogy most ezekre a terráriumi állatokra fókuszáltak itt ebben az update-ben, hogy mostantól a terráriumoknak a hátterét is lehet változtatni. Lesznek alap képek, amiből lehet választani, de fel lehet tölteni majd a saját képünket. Ugye ez, aki PC-n játszik, ugye ez annak fog működni, sajnos aki Steam-en keresztül, illetve ezen a GeForce-nál keresztül játszik, mint ahogy én, nekem így a billboardok sem elérhetők, hogy bármilyen képet feltöltsek, azoknak ez kevésbé izgalmas, de aki PC-ről játszik, az most már fel tud tölteni ilyen képet. Az szerintem a legizgalmasabb dolog, és ami igazából mostantól majd rávesz engem arra, hogy ilyen terráriumi állatokat is rakjak az állatkertekbe, az pedig az, hogy lesz egy ilyen Exhibit Population Management oldal, ahol különböző szabályokat lehet beállítani, mi történjen a szaporulattal, hiszen ezek hihetetlen gyorsan szaporodnak, ugye akár a csigák, ezek a különböző bogarak, a kígyók, mindegyik rettetesen gyorsan, és hamar lecsökken ugye a jóléte az állatoknak, ettől ugye a látogatók szomorúak lesznek, nem vásárolnak, kevesebb lesz a pénz, ugye ez franchise módban igazán érdekes. Úgyhogy itt majd be lehet állítani, hogy milyen nemű állatokkal, vagy milyen korú állatokkal, mikor, mi történjen, hogy lehet majd választani, ugye, hogy bekerüljenek a Trade Centerbe, hogy eladjuk őket, vagy pedig szabadon engedjük a vadonba. Sőt, azt mondták, illetve azt írják itt, hogy ki lehet majd választani specifikusan állatokat, hogyha valamelyik a kedvenc állatunk, hogy arra mondjuk ne vonatkozzanak ezek a szabályok. Ugyanígy a terráriumi állatokhoz még egy update, az pedig ugyanúgy, mint ahogy a többi állatnál, a kifutós állatoknál lesz egy ilyen kis kamera, amire rákattintva majd sokkal közelebbről lehet látni őket, illetve majd követi a mozgásukat, úgyhogy így jobban meg lehet majd őket nézni. Kapunk még új biomskörtöket, ami azt jelenti, hogy az a játék területén, tehát amin játszunk, azon kívül eső rész, hogy az hogy nézzen ki, 12 ilyen új biomskirtöt fogunk kapni. Nagyon izgalmas ez egyébként nagyon-nagyon szuper lesz. Úgyhogy nagyon várom már. Én remélem, hogy lesz, nem tudom, akár ilyen, hogy egy város, vagy nem is tudom, valami völgy, vagy nem tudom, megmondom, ötletem sincsen túl sok, hogy mi lehet, de ez például nagyon izgalmas. A másik ilyen szuper jó, ami az építést segítheti ebben az update-ben, az pedig ez a Ramp Terrain Stamp. Ez abban fog segíteni, hogy majd
azokat az ösvényeket, amiket készítünk, hogy egyszerűbb lesz majd emelkedővé, vagy pedig lejtővé tenni, sokkal ígéretük szerint azt, amely meglátjuk, hogy hogy fog működni, sokkal egyszerűbb lesz szép és sima felületű emelkedőket és lejtőket csinálni. Ami nagyon izgalmas, és én mindig imádom a különböző színváltozatú állatokat, úgyhogy ilyen nagy albínó megszállott vagyok, ez a piebald állatoknak a bevezetése, vagy az, ennek a, nem is az állatoknak, hanem ennek a mutációnak a bevezetése, ez tulajdonképpen az albinizmusnak egy fajtája, vagy egy alcsoportja, ahol ugyan nem piros az állatok szeme, de fehér, és nem is teljesen fehérek, hanem csak fehér foltosak. Úgyhogy gyakorlatilag, ahogy a képen is lehet látni ezeket a nyilákat, ezeknek is ilyen fehér foltos a háta, ilyen fehér foltokra lehet számítani. Egyelőre háromféle állatnál, a nyilánál, a pronghorn antilopnál és a springboknál találhatjuk meg majd. Ezt remélem, hogy később ezt kiterjesztik, mondjuk a pávákra például, mert az nagyon izgalmas lehetne. A következő, ami az update-ben van, ettől nem vagyok annyira megőrülve, nagyjából annyi, hogyha megszökik egy állat, akkor így is visítozva rohantak előle a látogatók, és rögtön lecsökkent a kvázi a boldogság szintjük. Most annyi lesz, hogy a nagyobb méretű állatok, amik képesek felborítani egy kukát, azok fel fogják borítani, és enni is fognak abból, ami a kukában van, amitől a betegek ugyan nem lesznek, de mondjuk ez a táplálék minőség szintjük az le fog csökkenni, tehát mondjuk így a jólétük százaléka is csökkenni fog, hogy mennyivel, azt pontosan nem tudjuk. Ez a Sons of Summer az a legújabb zene választék a Frontiernek, illetve a Planet Zoo-nak, ami egyébként nagyon szuper, és ezek is bekerülnek a játékba, és lehet választani majd a speakerekből, hogy ez szóljon. Ennyi tehát az 1.11-es update-ről, nem kell már sokat várni, ugyanis október 18-án lesz elérhető majd mindenki számára, ugye ez egy ingyenes update, úgyhogy aki PC játszik, azt le tudja tölteni, aki pedig akár csak jó magam a GeForce-nán keresztül, ott pedig automatikusan fog majd a játék frissülni. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, illetve meglátogatni a Facebook csoportot, ugye ez a Planet Zoo magyar közösség, ott is beszélgethetünk még az új DLC-ről, amivel a következő videóban fogok visszatérni. Sziasztok és szép estét nektek!